Sziasztok, ez itt az Utahoki Podcast 51. adása. Gangsta Zoli helyett most én, Bence, köszöntök mindenkit, és itt van állandó beszélgetőtársam, Freddy. Sziasztok! Ezúttal azonban nem csak ketten fogunk beszélgetni, hanem vendégül látjuk az UTE másodedzőjét, Kovács Viktort, és szia Viktor! Sziasztok, köszönöm, hogy itt lehetek. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Reméljük, hogy egy izgalmas beszélgetést fogunk tudni összehozni a szezon előtt. Tavaly ugye Markusszal beszélgettünk, idén pedig Viktorral gondoltuk, hogy ha már több éve dolgozik itt az Újpest felnőtt csapatánál, akkor biztosan tudna nekünk izgalmas dolgokat mesélni magáról is, illetve a csapat életével kapcsolatban. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Hogy telnek a napok itt a felkészülésben, az edzőmeccsek környékén? Köszönjük szépen, jól. Most már ugye a vége fele közeledünk, ráadásul a mi felkészülésünk az kicsit úgymond egyedi, hogy edzettünk egy pár hetet, és az utolsó két hétre sűrítettük be az edzőmeccsek javát, ezért most már nagyjából olyan szezon programra próbálunk beállni. Úgymond sűrűbb már itt az utolsó két hét, de megyünk előre, és készülünk a szezon rajtra. Jó, szerintem akkor vágjunk is bele. Az elején egy-két ilyen általános, inkább rád vonatkozó kérdéssel készültünk, aztán beszélnénk egy pár szót a múlt szezonról, illetve hát az idei előttünk álló szezonnal kapcsolatban is vannak kérdéseink, úgyhogy én bele is csapnék a lecsóba. Ha az Elite Prospects nem hazudik, akkor te 26 évesen már befejezted a játékos pályafutásodat. Több potenciát láttál itt az edzősködésben, vagy akkor még nem is tudtad, hogy edzősködni fogsz, vagy ez hogyan alakult így? Igen, viszonylag korán, ráadásul a pikantériája még az, hogy nekem élő szerződésem volt a következő évre is. Nem titok, hogy nem jöttem ki teljesen jól az ottani akkori edzőmmel, és akkor úgy láttam a helyzetet, hogy jött az a lehetőség, hogy Újpesten tudok az Alavári Bencével az U18-ban együtt edzősködni, és mindig is szerettem volna visszatérni, akár edzőként, akár játékosként Újpestre, és akkor nem is gondolkoztam sokat, és inkább úgy voltam vele, hogy beleölöm az időmet és az energiámat abba, amiben esetleg még 10-20, akár x éven van, mint abba, hogy most egy jó esetben egy 5-6-7 évig még el tudjak hokizni, nagyon jó esetben, hogyha kapok szerződést, és akkor úgymond ez a buborék akkor pukkan ki, és akkor kell mindent előről kezdeni. Úgyhogy inkább annak láttam értelmét, hogy inkább elkezdem ezt az edzői karrieremet. A Ferencvárosnál lett volna az a szerződés a továbbiakban, vagy máshová? Igen, ott két éves szerződésem volt, és az utolsó két éves szerződésemből az egy év után közös megegyezéssel, hála Istennek, nagyon rendesek voltak, és elfogadták az álláspontomat. Uh-huh. Úgyhogy igen, ott. Hm. És meg közben is csináltál valami edzői képzést, vagy ez hogyan alakult, vagy nem tudom, hogy egyáltalán ahhoz, hogy az utánpótlásban dolgozzon az ember, ahhoz kell edzői papír? Én közben már jártam a TF-re, de nem edzői szakra, hanem sportszervezői szakra, már amennyire az időm meg a meccsek engedték, mert ugye levelező szakra jártam, és ott úgy van, hogy ilyen K-hetek vannak, ez két napot be kellett járni, és ugye ezek mindig nyilván hétvégére estek, és elég nehezen lehetett összeegyeztetni a mérkőzésekkel, vagy az edzésekkel, ezért azt is azért csúsztatgattam, amennyire tudtam, de végül, amikor elkezdtem edzősködni, akkor jelentkeztem be egy ilyen edzőképzésre, és azt hiszem úgy van, nem tudom, hogy most mi a szabály, de akkor úgy volt, hogy ha már elkezded, akkor elkezdhetsz edzősködni is. Uh-huh. És akkor az első évem alatt meg is csináltam. Ez úgy általános amúgy, hogy a felnőtt játékosok úgy mellette mindig képzik magukat, mert nem először hallom ezt, hogy csinálják. Szerintem most már egyre elterjedtebb nálunk is, például a rajnamikiek is járnak most az egyetemre a hoki mellett. Hála Istennek, mi úgy gondolom, hogy ezt próbáljuk támogatni is, meg jól összeegyeztetni velük, hogy tudják ezt csinálni. Ha kell, akkor akár szoktunk nekik segíteni is, bármilyen tananyagba, vagy esetleg videóanyagba, hogyha kell valamit csinálniuk. Úgyhogy szerintem mostanában már egyre jobban elterjedtebb, hogy előre elkezdik,
és már még a aktív játékosuk, játékos karrierjük alatt befejezik, mint az, hogy ahogy mondjuk én voltam, hogy először abba hagytam, és közben az első évem alatt csináltam. Uh-huh. Mert az előbb szóba kerültél a Ferencváros, tehát hogy te játszottál a Fradiban is, meg a Tutéban is, igaz, hogy nem közvetlenül egymás után, de ez mennyire van ez túl misztifikálva, hogy valaki az egyik klubból a másikba szerződik, vagy ehhez azért elég kicsi a magyar hoki, hogy ez kimondottan számítson. Hát én úgy gondolom, hogy tehát nem én voltam az egyetlen eset, akár itt a Szádira is, vagy bárki másra is, aki játszott ugyanúgy mind a két klubban. Az a nagy igazság, hogy akár ciki, vagy akár nem, de nagyon nem volt választási lehetőség. Tehát itt főleg az utolsó pár éveimben, ahol igazából szerződést kaptál, oda mentél játszani, tehát hogyha én tehettem volna, én nagyon szívesen lettem volna egész életemben az Újpest kötelékében, de sajnos nem mindig hozta így az élet, úgyhogy ezáltal, tehát azért biztos, hogy többször megesik, nem gondolom, hogy olyan nagyon-nagyon gyakori, hogy oda-vissza igazolgatnának az emberek, de biztos, hogy nem egyedi dolog. Uh-huh. Hát itt azért voltak rá példák, akár a német, az nem egyszer játszotta el, hogy oda-vissza váltogatott, és volt is egy ilyen kommentárja, amikor legutóbb Újpestre jött, hogy sok jóra nem vár a lila szurkolóktól, és ezt úgy nem teljesen tudtuk hová tenni, mert én elképzelni nem tudtam, hogy most bárki fricskázná őt ezért. Igen, az Ati nagy mestere volt ennek a pont az Utefradi oda-vissza igazolgatásába, de például ő is újpesti nevelésű, tehát mi együtt kezdtük 6 évesen uh-huh. Újpesten. Én tudom, hogy ő nagyon szeretett itt játszani, de hát most nyilván a szurkolók nagy része nem tudja a háttérsztorikat, tehát hogy ő 6 éves korától itt nevelkedett, és hát a profi sport meg olyan, hogy tehát az nagyon sok összetevőből áll, hogy éppen te hol fogsz tudni játszani, vagy hol akarsz esetleg, vagy mi a motivációd, de hát igen, úgyhogy vicces sztori volt az a tié. Meg azért szerintem a szurkolók sem annyira találják meg az én oda-vissza igazoló játékosokat, tehát szerintem a többség azért tisztában van vele, hogy mennyire kicsi a magyar hoki. Tehát itt akár a német Ati is volt a Sági Martin is emlékeim szerint. Szerintem senkiben nem lett úgy nagyon belekötve egyik oldalon sem, hogy na, te most miért az Újpestbe vagy a Fradiból jöttél. Hát vannak extrém példák, nem tudom én, a Nagy Gergő jönne hozzánk, ott biztos lenne valamiféle reakció, de alapvetően szerintem ez egy elég ritka dolog. Tehát erre elég kicsi esélyt látok. Szerintem jól is van ez így. Amikor anno a Brown a Mac-tól hozzánk igazolt, ott is emlékszem, hogy nem mindenki örült neki. Hát aztán... igen, de ez inkább a játékosnak szól, nem? Tehát nem annak, hogy honnan jön, igen. Hanem annak a habitusnak, nem tudom. Tehát a jó, a Brownnál igen. De... Nagy Gergő igen, tehát hogy, a Brownnál egyértelműen szerintem annak szólt, hogy ő milyen habitusú játékos, meg milyen híre volt. Igen. Az Elite Prospect szintén, hogyha nem hazudik, akkor még vannak, vagy hát volt az elmúlt években is ilyen OB2-es meccsel a Tisza Volánnál. Ez valóban így van? Igen, így volt. És ezt hogyan tud, mármint, hogy itt, ha jól látom, akkor tavaly előtt volt csak 2 meccsed, de ez már a rájátszás után van, akkor az OB2-ben, vagy ez hogyan? Ja, meg igen, bocsánat, a playoff, azt nem néztem, ez csak az alapszakasz volt, szóval akkor több meccsed volt, hogy ez rájátszás után van, vagy ezt össze kell valahogy egyeztetni itt az UT-nak a feladataival? Ez konkrétan úgy nézett ki, hogy ugye a Pék Gyuri bácsi volt az edző Szegeden, és vele már beszélgettem évközben, nagyon szerettem volna, hogyha lemegyek hozzá, és egy kicsit próbálok neki segíteni ott a szemléletemmel, a múltammal, a tudásommal, és konkrétan, mikor miután kiestünk hazai pályán a Gyergyóból, már ugye ott ültünk még az öltözőben, még azt hiszem egy-két szurkoló is nem volt talán, és akkor sétált be Gyuribá, hogy na, akkor holnaptól jössz, és akkor mondta neked, hogy Gyuribá legalább egy kicsit hagy szusszanjak, vagy bármi, de nagyon szeretem a Gyuribát, és már csak az ő iránti tiszteletből is lementem, és próbáltam segíteni, de ez már ugye nyilván szezonon túl volt, szezon közben én ezt nem látom, hogy hogyan tudnám összeegyeztetni a családdal, meg a munkával együtt,
Úgyhogy idéntől már ezt nem is, mivel már nem is Gyuri be az edző, hogyha jól tudom, úgyhogy innentől már ezt a sztorit elengedtem. És milyen volt újra a kocsaját húzni játékosként? Megmondom őszintén, nem túl kellemes. Nehéz volt. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy a szakadék még az Andersen és a Elstediga között. Nagyon jó képességű játékosokat lehet ott találni, viszont a mentalitásban nagyon nagy a különbség, és én, mint ex-játékos, sokszor ezt nagyon-nagyon nehezen viseltem. Úgyhogy a Balogh Bencének van is egy jó sztoria, ő is csapattársam volt tavaly ebbe a Szegedbe, és hát sajnos egyszer az egyik harmadszünetbe ott el is pattantam, és szegényen rajta csattant, nem rá voltam mérges, csak éppen valamilyen izotóniás ital dobozát szétütöttem az ütővel, és szegény tiszta por lett, úgyhogy voltak ilyen viccesek, de sajnos ezt már megmondom őszintén, nem igazán tudom se lelkileg, se fizikálisan bírni így szezon közben, úgyhogy ennek véget vetettem ennek a sztorinak mostantól. Ez lehet egy magyarázat is arra, hogy miért azért nem gyakori az átjárás az OB2, vagy az Andersen, meg az Ersteliga között, nem? Tehát ott a Turbuc Martinon kívül nem nagyon tudok legalábbis én olyat mondani, akinek így sikerült a szintlépés onnan. Én váltig állítom, hogy azért biztos, hogy találok ott még olyan játékost, aki képes lenne Ersteliga szinten hokizni, csak azt látom, hogy aki már így egyszer elengedte ezt a történetet, azutána nagyon nehezen talál vissza arra a motivációs útra, hogy ő megint profi játékosként gondolkozzon, úgy élje a mindennapjait, és ezáltal nem tudják megugrani, nem is vagyok benne biztos, hogy szeretnék megugrani. Ennek ellenére nagyon jó kezdeményezésnek tartom, mert szerintem nagyon nagy szükség van egy másodosztályra itt Magyarországon, de sajnos ez még nagyon gyerekcipőben jár. Hát ott azt hiszem valami heti két edzés van, vagy ilyesmi, tehát onnan a napi edzés az szerintem egy nagy ugrás. Hát vagy annyi se, de igen. Vagy van olyan is, hogy heti egy, és akkor vannak 5-6-an. Tehát nyilván minden igen. Más, minden csapat más. De én azt gondolom, hogy az átlag azért nem jön össze hetente kétszer egy normális mennyiségű létszámú edzésre. Jó, és akkor kicsit kanyarodjunk rá az Újpestre, ugye mert másodedzőként dolgozol jelenleg. Egy kicsit segítesz ezt nekünk helyre rakni, hogy egy másodedzőnek mik a feladatai, akár edzésen, akár meccs közben, vagy mivel foglalkozol a mindennapok során? Hát javarészt, hogyha nagyon egyszerűen próbálom megfogalmazni, akkor az én munkám az, hogy bármire, aminek a vezetőedzőnek segítségre szüksége van, azt én hozzám fordul legelőször. Nekem delegálja legelőször, nyilván ez sokkal bonyolultabb, mert mi szezon előtt azért leosztjuk a feladatokat, de például idén is, meg tavaly is úgy tudnánk ezt legjobban megfogalmazni, hogy például ugye nyilván a hátvédek irányítása, fejlesztése az én kezem alatt van, illetve az emberhátrányt is megosztjuk, hogy én felek az emberhátrányéről, az emberelőnyér. Úgyhogy a videóba is megvan osztva nagyon sokszor az, akár hogy hogyan elemzünk egy meccset, vagy akár hogy hogyan készülünk fel egy meccsre. Úgyhogy igazából komplex mindent is kell csináljak, amit a vezetőedző kér. És a meccs alatt ez úgy néz ki, hogy mondjuk kapunk egy ember hátrányt, akkor te mondod, hogy most ti ketten, ők után ti jöttök, vagy már ennyire igen. Automatizálva van. Hogy... Igen, a hátvédeknél mindenképp, a csatároknál meg meccs előtt előre megbeszélünk egy-két kombinációt. Nyilván, hogyha bármi van, akkor gyorsan még tudunk összeszólalkozni, hogy kimenjen, vagy hogy egyetértünk-e, de igen. Sőt, hogyha megfigyeltétek tavaly, nyilván a 6-5 is, amikor ugye mi vagyunk egyel kevesebben a meccs végén, az is emberhátránynak minősül, és ott is például, hogyha időkérés volt, akkor én beszéltem. Én mondtam az utasításokat, vagy hogy ki mikor megy a jégre, úgyhogy ez is hozzátartozik. Uh-huh. Egy olyan érdekes dolgot fedeztünk fel a múlt szezonban, mi egy rendkívül rossz meccsen, de ott voltunk a VIP boxban, és
Mi élveztük, a meccstől függetlenül egy nagy élmény volt, de ami egyből feltűnt, hogy azáltal, hogy ennyire a pálya mellett voltunk, így azt vettük észre, hogy sokkal rosszabban látjuk a játékot, tehát hogy egy szinten vagyunk a játékosokkal. A nézőtérről lényegesen egyszerűbb dolgunk van, hogy látni, hogy ki, hogy helyezkedik, hol van rés, meg stb. Hogy ti a cserepadról egyből, nektek nyilván sokkal jobb szemetek van ehhez, mint egy átlag szurkolónak, de ti egyből láttok ott mindent, és látjátok, hogy mi az, ami nem működik, vagy ez mind a videózás dolga lesz később? Hát nyilván fentről többet látni, jobban látni, esetleg akár okosabb is az ember fentről, de tehát nekünk azért erre már rá van állva a szemünk, meg tudjuk, hogy mit figyeljünk, mikor, hova kell nézni, tehát nyilván 10 plusz 2 játékos van egy égen, de egyes szituációkban nem nézed mind a 12 játékost, hanem tudod azt, hogy most, hogyha ebbe a szituációba hova kell nézni, kinek hol kéne helyezkedni, az egy átlag képet látsz, de ezen kívül nyilván mindent mi se veszünk észre. Ebben nagyon nagy segítség a videó, akár meccs közben is, ugye a Hayek Márk fentül ott a videóállásnál, és élőben úgymond teggeli a mérkőzést, és harmadszünetekben azért szoktunk mi is videót nézni bőven, visszanézni szituációkat, meg hát ugye a edzőknek van egy ilyen kis papírja, hogy úgynevezett gamecard a kezükben, biztos szoktátok látni, és arra bőszen jegyzetelnek, az sokszor azért is van, hogy utána emlékezzen, hogy a harmadszünetben mikre szeretné felhívni a figyelmet, vagy hogy én például, hogyha van egy-egy olyan szituáció, amit nem teljesen vettem észre, hogy mi történt, akkor azt feljegyzetelem, az időt is, meg hogy milyen szituáció volt, és utána egyből a harmadszünetben vissza tudjuk keresni, és akkor már jobban látjuk ezt az egészet, szóval mindent nem látunk, de azért a szemünk tudja, hogy hova kell nézni. Uh-huh. Meg néha, mintha ilyen adóbevőt is, mintha felfedeztünk volna, hogy kaptak igen. Ilyen utasítást fentről. Hát az inkább a challenge-ekre van, hogyha van egy ilyen kapus akadályozás, hogy ugye az a szabály, hogy bizonyos szituációkat meg lehet challenge-elni, hogy visszanézzék a bírók, és ugye ez úgy van, hogy az elsőt azt, hogyha kikéred, és ugye nem a te javadra döntenek, akkor elveszted az időkérésedet, tehát akkor már meccsen nem tudsz időt kérni a végén, és utána azt hiszem 2 perces büntetések jönnek, hogyha, tehát challenge-elhetsz többet is, csak akárhányszor elrontod, azt hiszem az első után sima 2 perc, utána 2 plusz 2 perces büntetés, és így tovább azt hiszem 2 plusz 2 marad végig, tehát próbáltuk egy kicsit, hogy ez hogyan működik, még keressük a legjobb módját rá, csak vicces, mert egyszer-kétszer a biztonsági szolgálat is beleszólt a Vokitokin a fülünkbe, és akkor úgy azt mondtuk, hogy akkor még próbálunk egy rendszert erre kialakítani, de azért sokszor ilyen activity-s módszerrel azért tudjuk a márknak jelezni, hogy gól, nem gól, challenge-elj, vagy ne challenge-elj, tehát most jelen pillanatban az így áll. Tehát itt konkrétan azonnal visszanéznek valamit, és ami gyanús, hogy van értelme, akkor leadja a drótot és reagáltok? Igen, 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 igen. És ezt más is csinálja, vagy ez legális egyáltalán? Nem tudom, persze. Szerintem sokan csinálják, ha nem is ilyen rádióvevővel, de azért most már nagyon sok csapatnak, akár szerintem mindegyiknek ül fent egy ilyen videóelemző edzője, aki így meccs közben ezeket úgymond ilyen teggeli, vagy üti ezeket a mérkőzéseket, és most, hogyha nem is rádióvevővel, de akár egy ilyen kézmozdulattal, biztos, hogy jelzik, hogy most akkor challenge-elj, vagy ne challenge-elj. Nem tudom, Bence, emlékszel, egyszer Tüskébe volt egy derbi, ahol pont a vendégszektor előtt volt valami, és mindenki kiabált, hogy videó, és a, nem tudom, vagy a Baróti, vagy a Virág így visszajelzett, hogy az volt, de aztán végül nem kérték ki, és sose derült ki, hogy... Ez így nincs előttem. Az van előttem, hogy ott már nem tudom melyik meccsen, de ülünk a leláton, és akkor hát valószínűleg a Márk integetett ott a másik oldalról valamit, hogy valamit videóztak a bírók is, és akkor ő már előre mondta, hogy mi lesz az ítélet, mert hogy ő is látta. Jó, aha. Hát, igen, hát ő ugye az élőképet nézi igen. A laptopján, és az alapján teggeli a meccset, úgyhogy ő egy kicsit okosabb onnan fentről, úgyhogy néha szokott integetni, hogy hé, faszfejek, challenge-eljetek, vagy valami, úgyhogy
de hát a legvégső soron úgyis mindig az edző döntése, sok esetben a vezető edző döntése, mert ugye, tehát mondom azért, az nagyon értékes időkérdés lehet a végén, amit el tudsz veszíteni, illetve az se jó, hogyha ember hátrányba kerülsz egy ilyen miatt. Hát ez a hazai pálya előnye, nem? Vagy idegenben is szokott a Márk így videózni? Idegenben is, igen. Idegenben is, igen. Nem minden mérkőzésen, mert ugye a Márknak vannak más kötelezettségei is az akadémián, nem is kevés, úgyhogy most dolgozunk azon, hogy esetleg neki egy váltótársa legyen, aki esetleg, amikor a Márk nem ér, akkor tudjon menni, és esetleg megnéztétek most a Lőci Árpi, ugye ő az U18-ban van az akadémián, másodedzőként, nekem volt ő másodedzőm, míg amikor az akadémián dolgoztam, és most ő is és nagyon ügyesen csinálja ezt a videórészt, úgyhogy most a Márk úgymond olyan betanítás alatt tartja az Árpit, hogyha esetleg a Márk nem ér rá, akkor tudjon az Árpi nekünk rendelkezésre állni, de amikor csak tud, akkor valamelyik őjük szerintem ott lesz velünk idegenben is. Hát meg ő a kapus edző is, ha jól tudom. Igen, igen, nem csak a felnőttnél, de ugye az akadémián is. Az akkor nem unatkozik. Nem, ha megkérdezitek, biztos azt mondja, hogy nem. És az Instatot tudjátok használni a kerülmeccs közben is? Vagy ez valóban egy annyira hasznos kiegészítője a csapatmunkájának, mint ahogy azt a szövetség kommunikálja? Meccs közben nem. Meccs közben csak arra vagyunk rá hivatkozva, amit a Márk esetleg nekünk tud mondani, vagy mutatni, vagy illetve a saját szemünkre. Mérkőzés után általában, nagy betűvel általában másnap küldenek egy ilyen e-mailt, ahol benne vannak a jégidők, meg mindenféle adat, az tud hasznos lenni. Mi általában kiküldjük a játékosoknak is, úgyhogy szeretik nézegetni, mert ott akár rá tud menni a játékos saját magának arra is, hogy csak a saját cseréit megnézze, illetve mindenféle adatot ad. Úgyhogy ilyen szempontból hasznos, de mérkőzés közben nem. Uh-huh. Az egyetlen dolog, hogy hát azért nem vagyok benne biztos, hogy ez 100%-ig pontos. Nyilván nehéz, főleg a jégidőket nézve ezt másodpercre pontosan kiszámolni. Úgyhogy itt a nagyon nagy kérdés az mindig az, hogy ez vajon mennyire lehet ennek hinni, mennyire pontos, de szerintem javarészt azért egy jó alapképet tud adni arról, hogy kinek milyen statisztikai adat volt azon a meccsen. És itt van valami érzékelő a játékosokon, vagy ez kamerakép rögzíti, és az alapján csinálja az Instat, vagy valaki... Nincsen semmiféle érzékelő rajtuk, ez szerintem szimplán kamera kép alapján, biztos van valami algoritmus, nem értek hozzá, hogy ezt hogyan csinálják, de nem gondolom, hogy ez egy ember utána elemezve szépen minden egyes játékosra mindkét csapatból kiütögeti, úgyhogy biztos vagyok, hogy valamilyen automata rendszer csinálja ezt. Uh-huh. Ez érdekes. Hát reméljük, valamikor tényleg láthatjuk is ezeket a statokat, mert csak az ígérgetés megy, de hát az új szövetség az megsajnál bennünket. Sok más dologgal kapcsolatban is, amit már követelünk, mint hogy esetleg a meccseket vissza lehessen nézni, mint a régi szép időkben, de jó, majd max oda is írunk majd valamikor. Én nagyon szívesen megmutatom, amennyire tudom, de egyszer, hogyha kíváncsiak vagytok rá, csak nem tudom ezzel az új GDPR-ral, itt mit lehet megmutatni, vagy mit nem. Aha. De biztos hasznos, biztos van, aki sokat használja, mi szerintem annyira sokat nem használjuk, nyilván próbáljuk, ami értékes belőle, azt kivenni, ami meg úgy gondoljuk, hogy nekünk nem túl hasznos, azt meg úgy csak úgy elengedni. Azt hiszem a Sebi mondta, amikor interjúztunk vele, hogy ő mindig szereti visszanézni a cserét, jól emlékszem. Igen, az egyik hasznosabb funkciója, hogy csak a saját cseréit mindenki vissza tudja nézni. Nem kell egyesével keresgetni, vagy nem kell az edzőnek ott ülni, és 72. billentyűt lenyomni mindegyik játékosnál, hogy utána azt vissza tudja nézni, úgyhogy ebből biztos, hogy hasznos ilyen szempontból. Uh-huh. Jó, és akkor kicsit kanyarodjunk rá az elmúlt szezonra. Ezzel kapcsolatban is van pár kérdésünk, leginkább itt a rájátszásról. Utólag visszagondolva, tavalyi negyed döntőkben szerinted hazai pályán miért nem tudtunk a Gyergyóval olyan versenyképesek lenni,
mint idegenben, ahol azért várakozáson felül játszottunk. Mi történhetett itt a hazai pályán? Nehéz ezt megmondani, és utólag az ember nyilván sokat gondolkodik rajta, és keresi a válaszokat egy ideig, amíg úgy lelkileg bírja, de utána egy idő után nyilván, főleg egy ilyen kiesés után már, miután megpróbálta levonni a konzekvenciát belőle, el kell engedje ezt a történetet, különben felemészti, de hát megmondom őszintén, hogy én, amit hiányoltam, az a legfőbb kép az a playoff mentalitás volt, hogy egy kicsit ez a keményebb, fizikális jégkorong, amit úgymond gyakorlatilag majdnem minden győztes csapat játszik, és ez a rájátszásban ilyen extrán kijön. Szerintem mi abban voltunk egy kicsit hiányosak. Szerintem technikailag megvoltunk, taktikailag is. Én nem gondolom, hogy nagy probléma lett volna itt. Itt egyedül én azt vettem észre egy kicsit, hogy ez a fizikalitás hiányzott a játékunkból, és ez egy nagyon egyszerű dolognak hangzik, annál bonyolultabb, főleg a játékosnak, aki ott van fent. De egy kicsit több összetevője van ennek, hogy nem csak az, hogy most durvának tűnünk, vagy hogy nagyon jó, mert minden ütközés befejezünk, de ennek van egy olyan mentális része is, hogy az ellenfélt nagyon fárasztja mentálisan az, hogyha mindig ott vannak a nyakán, és mindig odaütköznek neki, tudja, hogy ha jön a korong, akkor valaki biztosan odaér, és hiába passzolom el, akkor még le fog ütközni, és ez összeadódik egy idő után, és én a legnagyobb problémát ebben láttam, illetve nem vagyok benne biztos, hogy fizikálisan olyan állapotban voltunk, hogy fel tudjuk venni a versenyt akár a Gyergyó ellen, vagy akár, hogyha utána tovább tudtunk volna lépni a következő csapat ellen, és ez is egy olyan konzekvencia, amit le kellett vonni, hogy egy kicsit máshogyan kell, akár évközben is csináljuk a fizikális dolgokat, akár gondolok arra, hogy a száraz edzésekre, vagy akár arra, hogy a jégen hogyan dolgozunk pluszba, nem csak szisztematikus dolgokat, de mondjuk olyan terhelést adni a játékosoknak, amit mondjuk nem mindig szeretnek, de utána fognak tudni használni a playoffba. Úgyhogy így nagy vonalakban én ezt láttam, hogy ezen múlt. Persze, tehát jó hokit játszott a Gyergyó, megvert minket, tovább jutottak, tehát nincsen kifogás. A győzteseknek mindig az övék az utolsó szó, és ők tudják a választ, de hogyha valamit le kellett vonni a tavalyi évből, én akkor ezt vontam le konzekvenciaként. Hát meg pár játékos nagyon alul teljesített, főleg a légiósok közül páran teljesen eltűntek. Ezt mi is láttuk, meg a Gyergyó is feljebb kapcsolt egyértelműen a két hazai után, csak nagyon, tehát egy harmadot voltunk talán azon az utolsó két meccsen versenyképesek, aztán teljesen belettünk darálva. Igen, de ez, tehát igen, biztos voltak játékosok is, akik alul teljesítettek, de mondom, tehát ez, hogyha egy kicsit úgy belegondolunk, hogy mindig a második, harmadik harmadra fogytunk el, és ott lett sokkal dominánsabb az ellenfél, akkor azért adódik az emberbe, hogy átgondolja, hogy hát lehet, hogy akkor fizikálisan elfogytunk, és hogyha elfogysz fizikálisan, akkor utána a fejedbe is kevesebb oxigén jut, akkor már rossz döntéseket hozol, tehát azért ezt mondom, az ilyen szempontból egy összetett kérdés. Uh-huh. Kicsit, mint hogyha ez az idei légiós választásunkban megmutatkozna ez a kritika, tehát, hogy fizikailag jobban felépített játékosokat, vagy hát na, most nem akarom megbántani itt a tavalyiakat, de hogy egy kicsit ilyen nagyobb darab, ránézésre inkább fizikális hokit játszani képes játékosokat választottatok. Igen, legfőbb kép a vezetőedző, ő felel a légiósokért. Nyilván, tehát mi nyáron beszéltünk heti rendszerességgel, akár több napon keresztül is, de igen, hát ő is, a Jason is nagyon fontosnak tartja, és én is úgy gondolom, hogy nem ezt a konkrét verekedő ember pozíciót akartuk betölteni, de az a fizikális jelenlét, az mondom, hogyha jelen van, és még mellé rendesen tud hokizni is a játékos, akkor az egy nagyon jó kombináció, és egy igazi ilyen playoff elővásárlás, hogyha az ilyen játékosokat meg tudod fűzni, de akár csak, tehát hogyha belegondolunk, az igazán nagy játékosok,
a rájátszásra kapcsolnak egy ilyen nagyobb fokozatba, akár a Brassóban nézd meg a Blackwater-t, jó volt az alapszakaszban is, de amikor igazán számított, és a rájátszás jött, akkor egy olyan szintet tudott hozni, amit még előtte ő is úgy nézett. Tehát akár mondjuk annyi idősen is, amennyi ő volt. Tehát az igazán nagy játékosok, az nagy igazság, hogy a rájátszásban jönnek elő, hogy mit tudnak. Uh-huh. Igen, hát ez nálunk már sok éves probléma volt, hogy még a Virág Csabánál, meg akár előtte is, hogy egyszerűen a rájátszásra összeesett a játékunk, nem tudták a légióseink húzni a csapatot, akár én ilyen erőléti problémákra is emlékszem még a Szilasi alatt. Szóval ezek azért hosszú ideje visszatérő problémák Újpesten. Nem azt mondom, hogy más csapatnál nem, csak érdekes, hogy ezekkel a problémákkal... Hát, próbálunk tanulni a múltakból, és jobbak lenni évről évre, úgyhogy igen, biztos, hogy a légiósoknál, amikor ezeket kiválasztotta a Jason, akkor ez szóba jött. Nyilván volt jó pár, akit már ismert, a saját csapatából hozott. Igazából nagyon nem is tudok olyat, akit ne ismert volna, mert ugye a Saul, a Deroché, ugye ott volt nála, a Stevenson ott volt nála Glasgow-ba, akkor a McNulty-t azt látta játszani maga ellen, a Denzero már volt játékosa, a Walker volt játékosa, a Kyle-t meg ugye ismerte már a ligából, úgyhogy nagyon ismeretlent nem igazoltunk, én úgy gondolom. Uh-huh. Hát már itt az igazolás szóba jött, hogy a Morgan, Jason Morgan mondott egy, vagy adott ilyen kérdezfelelek interjút, és abban egy olyan mondatot mondott, hogy mire ő jött a magyar maga, az már gyakorlatilag megvolt, hogy neked mekkora részed volt abban, hogy kialakítsd a magyar játékos keretet, hogy volt ebbe beleszólásod, vagy ez teljesen a vezetőség dolga? Véleményt megkérdezték, de alapvetően a vezetőség döntött a magyar játékosokról. Nyilván beszélgettünk róla, én elmondtam az én véleményemet, hogy láttuk, és utána hoztak egy döntést. Uh-huh. Úgymond direkt módon nem volt beleszólásom. Nyilván a fiatalokat jobban ismerem, ott azért volt egy-két javaslatom, úgyhogy, de ott nagyon nem egyetértés nem volt a fiatalok környékén, úgyhogy alapvetően így nézett ki. Ez nem tűnik túl demokratikusnak. Hát sok csapatnál így van amúgy, nagyobb helyeken, nagyobb klubokban, nem sok. Nyilván általában a légiósokra azért van ráhatása, főleg a vezetőedzőnek, de a helyi játékosokat általában a vezetőség intézi, és ő választja ki, illetve ő dönti el. Nyilván vannak klubok, ahol máshol működik, meg vannak extra esetek, amikor azt mondja az edző, hogy őt biztos, hogy nem, mert őt ismeri, de azért ez nem egy szokatlan dolog. És szerinted jól van ez így? Mert én... szerintem sokkal egészségesebb lenne, ha tényleg egy ilyen össznépi kupaktanács lenne, ahol mindenkinek majdhogy nem ugyanannyi szava van benne. Én úgy gondolom az, hogyha van róla beszélgetés, az mindenképp egészséges, de az is, én nem vagyok annak híve, hogy senkinek nincsen gazdája, és hogy mindenki a másikra mutogat, főleg amikor mondjuk nem úgy megy a szekér. Ezáltal úgy mond, hogy a vezetőség vállal egy ilyen felelősséget, hogy ők igenis az utolsó szó az övék, de megkérdezik a véleményünket, én úgy gondolom, hogy ez teljesen rendben van. Mm-hmm. Nyilván az nagyobb baj lenne, hogyha meg se kérdeznék a véleményünket, de hála Istennek ez nem így volt, de nyilván, hogyha van egy kétséges eset, ahol nem értünk egyet, akkor az utolsó szó mindig a vezetőségé lesz, illetve hát nyilván a évközben, hogyha ilyen van, akkor meg a vezető edzőjé, amikor a kettőnk vitájáról van szó, mert olyan mindig van, tehát én úgy gondolom, hogy ha nincs nagy vita, akkor nagyon nem is történik semmi, úgyhogy az se a legjobb, de szerintem ez jól van így, hogy mindenkinek van egy gazdája, van egy felelőssége a döntésre. Ezért is jó, amikor például a vezetőedzővel leosztjuk a feladatokat, akkor is, tehát hogyha most az ember hátrány működik, akkor az én fogok felelősséget vállalni, és én fogok extrát dolgozni, vagy,
vagy extrán gondolkodni azon, hogy hogyan tudnánk ezt jobban csinálni, majd aztán reméljük, hogy jobb lesz, és ez bármilyen részletről van szó, vagy bármilyen ilyen döntésről, ez én úgy gondolom, hogy az egészséges, hogyha van egy gazdája a döntésnek. Uh-huh. Jó, én még a múlt szezonra visszakanyarodva itt a legvégére, mennyire ért a széged váratlanul, hogy a Markus nem maradt nálunk, ugye jól emlékszem, akkor egy plusz egy éves szerződése volt, és inkább Gyergyóba ment. Hát nem titok, hogy én nagyon jó kapcsolatban tápolok a Markusszal, tehát nekünk kettőnknek nagyon sok közös találtunk meg, és hát akár magánéletben is ugye nagyon sokat összejártunk, a család nagyon jóban egymással, és egy kicsit sajnáltam, de ha az egészet nézek, és minden sztorit tudunk, és minden részletet, háttérinformációt, akkor megértem a döntését. Szeretett volna nagyon Újpesten maradni, de sajnos ez nem mindig arról szól, hogy ki mit szeretne. Itt ugye a családot is, vagy akár az anyagi részét is nézni kell. Úgyhogy, de nagyon nehéz döntés volt neki. Azt azért el kell mondanom, hogy tehát a klub ajánlott neki szerződést, tehát úgy gondolom, hogy teljesen fair volt a mindkét szempontból a tárgyalás, de sajnáltam, hogy elment, de megmondom őszintén, megértem, mondom, tudván a apró részleteket is. Uh-huh. Uh-huh. Jó. Tehát itt arra kell gondolni, hogyha egy kicsit belegondolunk, hogy itt egy 30x éves külföldi edző, aki mondjuk nem tudom, 10 vagy 20 éves korától már külföldön van, azért, hogyha egy kicsit belegondolunk, hogy nekik nem biztos, hogy van akár egy fix házuk minden évben, ahol haza tudnak menni, egy autójuk, és azért neki is családja van, gyereke van, azért Finnországban nem a legolcsóbb, akármi is, tehát amikor bejön egy olyan ajánlat, amire el kell gondolkodni az ember hosszú távon, hogy a családjának jót tesz-e vele, akkor nem mindig az ember lelke, vagy az diktálja a döntést, hogy mit szeretne az ember, úgyhogy ezt így kell nézni. Hát meg gondolom, Gyergyóban itt az ICHL-es tervekkel együtt azért leraktak elé egy olyan hosszú távú stratégiát, ami 30 pár éves edzőként ez egy elég jó ugródeszka lehet, hogyha bejön. Igen, de mondom, tehát mindent figyelembe véve még úgy is nagyon-nagyon szeretett volna maradni, és nagyon-nagyon sokat tipródott rajta. Én láttam rajta, sokat voltunk együtt napokig, az elég rosszul nézett ki őt, ezt lelkileg azért biztos megviselte. Uh-huh. Főleg már csak azért is, amiért nekünk ugye nagyon jó volt a kapcsolatunk, és szerettünk volna együtt dolgozni továbbra is, de én úgy gondolom, hogy nem vagyok benne biztos, hogy más döntést hozott volna az ő szituációjában. Uh-huh. Ez az egyenruha, ami a múlt szezonban be lett vezetve, az az ő ötlete volt, vagy ez a klubtól jött, hogy minden... Közös döntés volt, ő is szeretett volna, illetve én még U21-be is kiöltöztem, vagy akár U18-ban még annó az Alavári Bencével is mi kiöltöztünk, én szeretem ezt megtartani, mert szeretek úgy gondolni ezekre a meccsnapokra, mint egy ilyen ünnepnapra, és... nem is legfőbbképp kifele fontos ez, hogy néz ki az ember, hanem úgymond egy olyan tisztelet a saját csapatodnak, meg mindenkinek, aki aznap kijön, hogy ez egy extra dolog, és nem felveszed ugyanazt a melegítőt, vagy ugyanazt a pulóvert, nem megbánta azokat az edzőket, akik így öltöznek, de nekem olyan gondolkodásom volt, hogy a Markusnak is, hogy ezt szerettük volna így bevezetni. Én úgy vettem észre, hogy elég pozitív hatása volt az öltözőn belül is, nézték, hogy akkor ez jó, ez így most egy kicsit úgymond tök jó komolynak néz ki, hogy komolyan veszik az edzők is, úgyhogy ez egy ilyen közös dolog volt, de ez idén is ugyanúgy meg lesz. Na, király, mert nekem is tetszett, ugye, azt hiszem a Debrecen vezette be először ezt a fekete-fehér, hát az nem ilyen öltönyös volt, hanem csak ez a... Ja, amerikai foci pulcs. Az igen. Pont olyan volt, mint az ilyen gimis filmekben, de nekem az tökre tetszett, hogy ott kitaláltak egy ilyet, és így elegánsak voltatok, úgyhogy... Igen, igen, én mondom, én szeretem. Nyilván ennek megvan a háttérben az a része is, hogy azért van egy-egy olyan pálya, ahol az ember könnyen összeszed egy tüdőgyulladást ebbe a
ebbe a sportzakóba, úgyhogy ebből is próbáltunk egy kicsit okosabban csinálni, hogy azért idén biztos, hogy lesz egy olyan hidegebb pályás meccs, ahol mondjuk mi is kabátba leszünk, és nem sportzakóba. Mert én azért emlékszem, amikor volt egy olyan túránk, ahol nagyon sok beteg volt, és akkor mi is ott még lázasan álltunk a padon a Márkusszal, és akkor nem volt a legkellemesebb, amikor abba a zakóba kellett állni, és még lázas is voltál, és mondjuk Gyergyóba volt nem tudom mínusz hány fok a jégpályán, úgyhogy ebből is azért tanulunk, hogy azért legalább betegek ne legyünk, hogy utána ne tudjunk edzést tartani, de mindenképp megmarad az elegáns szettünk is. Jó, kicsit rátérve a következő szezonra, vagy hát az előttünk álló szezonra, mint ahogy már beszéltük korábban, és sok olyan, tehát az összes játékost ismerte a Jason már korábbról, de hát én ugye rákerestem, meg szerintem sok szurkolótársunk is a játékosok nevére a YouTube-on, és hát azért legtöbbeknél nem a szép megmozdulásokat, hanem az ökölpárbajokat hozta ki elsőnek a YouTube. Az utóbbi időben azért nem sok ilyen játékost igazoltunk Újpestre. Ez akkor ezek szerint tudatos döntés volt, erről már érintőlegesen beszéltünk korábban, hogy egy fizikálisabb játékosokat és nagyobb termetű, de hokizni tudó játékosokat hozunk a csapatba. Igen, mondom, tehát tudatosan hoztunk olyat, hogy ez a jelenlétünk is meglegyen a jégpályán, de mondom, tehát majd azért meglepődtök, ezek a játékosok tudnak hokizni is, sőt, akár most itt az elő szezon meccsen, hogyha megnézitek ugye a Dyson Stevensonnak idáig a mérlege az, hogy eldöntötte a Debrecen meccsünket, majd utána a következő meccsen verekedett egyet, tehát én úgy gondolom, hogy ez a jobbik kombináció. Mm-hmm. Ez nem ijesztő egy kicsit, amikor már ilyen felkészülési meccsen verekszik egyet az egyik játékos? Vagy én utoljára a Didiometre emlékszem, hogy hát már nem is tudom, hol játszottunk, de talán valami Szlovéniában, nem? Szlovénokkal lehet, és hogy ott az első meccsén eltörte valakinek valamiért. Igen, és hát aznak úgy azért nem is volt, vagy nem is lett annyira jó vége. Hát ez furcsa, igen, és ráadásul vicces, mert pont egy ilyen öltözői beszélgetésben volt az, a Dyson mondta, hogy nem igazán szokotta előszezon meccseken verekedni, és egyből utána sikerült neki összeverekednie, de például az a szituáció is olyan volt, hogy ha jól emlékszek vissza, akkor ott az egyik játékosunkat, egyik magyar játékosunkat védte meg, tehát most... Az Alexet, igen. Igen, 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 ott az Alexről szedett le egy játékost, és hát most ezek én úgy gondolom, hogy nem túl kontrollálható dolgok, tehát ezekre nem tudsz felkészülni, hogy most akkor azt mondod, hogy te ma nem verekszel a meccsen, mert hogyha abba a szituációba kerülsz, azt hiszem a Poki mondta egyszer, hogy az ő olvasatában muszáj elfogadni. Úgyhogy, tavalyi szezonban, igen. Igen, úgyhogy tehát ezeket nem tudod kontrollálni, és hogyha úgy jön ki a lépés, akkor muszáj. Nyilván a negatív oldal az, hogyha ebből egy sérülés van, és mondjuk eltörik a keze, vagy kiugrik a válla, vagy agyrázkódást kap, vagy esetleg úgy megnyílik, hogy össze kell varni, és akkor nem biztos, hogy másnap rendelkezésre áll a játékost. Ezt a részét nem igazán szeretjük, és próbáljuk elkerülni, de nem sok olyan dolog van, amit így, úgymond így tudunk kontrollálni ebből. Tehát, hogyha... Mondjad csak. Tehát, hogyha most csak egy példa, hogy a, nem tudom, Stevenson a 20. játéknapig már az 5. véglegesét szedi össze, mert állandóan bunyózik, és ezáltal, nem tudom, gólokat is kapunk, meg stb. Tehát pontok vesznek el ezen, most ez mind csak elmélet, akkor ti edzőként mondhatjátok azt, hogy figyelj, csillapodj, nyilván vannak olyan helyzetek, hogyha nem tudom, meg kell védeni valakit, akkor ott nem igazán hallgat az edzőre, vagy nem tudom, hogy megy ez, vagy elborul az agya, de lehet ezt így kontrollálni az ilyenfajta játékosoknál, vagy ez ilyen embert igazolt, és akkor mert például a nyilván mindenki hallott már erről, a kukadobáló Hunt az... Újra megtalálta az útját a magyar bajnokságba, aminek én speciál annyira nem örülök, mert nem tudom, az ilyen játékosokra szerintem nincs szükség, de
ott is szerintem nagyon odafigyelnek, hogy ilyen ne fordulhasson elő újra, csak nem tudom, ezt hogy lehet lekommunikálni edzőként? Hát reméljük, hogy odafigyelnek, majd idén meglátjuk, hogy milyen lesz a szituáció, de én úgy gondolom, hogy a játékost mindenképp tudod kontrollálni, a szituációt nem. Tehát azért ezek a játékosok nem az első rodeójuk ez, tudják, hogy mikor, mit lehet, illetve milyen szituációban van az, amikor többet árt a csapatnak, mint hogy segítene, úgyhogy tavaly erről volt egy jó beszélgetésünk a Márkusszal, hogy ha esetleg történik egy ilyen, akkor ő mit preferál, hogy megvédjük egymást, vagy hogy inkább emberelőnybe kerüljünk. Ez egy jó beszélgetés, és nagyon adja a szituáció, mert mondjuk, hogyha egy góllal vezet az ellenfél, akkor nem biztos, hogy azzal járunk hosszú távon a legjobban, hogyha ott retorziót veszünk az éppen a játékoson, vagy hogyha az, hogy belőjük azt az emberelőnyt, ami ebből származik. Úgyhogy ez egy jó, bonyolult kérdés, de én úgy gondolom, hogy a játékosok elég tapasztaltak ahhoz, hogy ezt most már azért érzik, ha meg nem, akkor nyilván jön az edző, és akkor elmondja, hogy mit, hogyan kell csinálni. Úgyhogy szerintem a játékos lehet kontrollálni, ha nem, akkor baj van, ha az edző nem tudja kontrollálni a játékost, úgy gondolom, mert nyilván az a munkánk, azért vagyunk ott, nem azért, hogy utána, amikor felmegy a jégre, akkor ott ordibáljunk neki, mert akkor már mindegy, akkor már fenn van a jégen, akkor abból keveset hal, de hogyha alapból megvan az a kapcsolat, hogy az a bizalmi kapcsolat, hogy tudjuk kontrollálni őket, akkor olyan szempontból már nem is kell mondani nekik, mert érzik, meg tudják, hogy mikor milyen a szituáció. Hát főleg a Fradi hozott most elképesztő verő embereket, úgyhogy ott biztos lesz majd valami, de igazából tényleg a fizikai póki szerintem mindenképp kell nekünk, mert ebben volt deficit az utóbbi években, én is úgy érzem, viszont annak tükrében, hogy tavaly mi volt a Kódával, ugye, és utána volt is az a nyilatkozat a klub részéről, hogy az ilyennek nem szabadna megtörténnie. Remélem nem lesz olyan, amit oda lehet dörgölni, hogy na, hogy is volt ez tavaly, és utána most tőlünk jönnek hasonlók. Úgyhogy lesetek. Nem hiszem, mert mondom, tehát itt nagyon figyeltünk olyanra, hogy olyan karakteri játékosokat hozzunk, akik tisztelik a játékot, tisztelik az ellenfelet is, de ugyanakkor kemények is. Ne adj Isten, nyilván nem mi megyünk fel a pályára, és nem mi játszunk, de azért ezt erre próbálunk odafigyelni, hogy mindig korrektül és tiszteletteljesen játszunk, de ugyanakkor keményen is, és hogy azt azért érezzék a többi csapat is, hogy azért az nem fordulhat elő, hogy ide jönnek a Megyeri útra, és úgy gondolják, hogy azt tehetnek, amit akarnak. Tehát az se a jó megközelítés, én úgy gondolom. Szuper. Ez jól hangzik. És akkor hát jön ez a kérdés, amire szerintem biztos, hogy számítottál. Hogy csak nem a védőkről fogunk beszélni. Szóval igen, 7 védővel kezdjük a szezont. Ezek között van 2 juniorkorú játékos is. Hogy látod ezt? Mennyire táncolunk vékony égen így? Egy esetleges sérülés, vagy akár eltiltás esetén? Alaphelyzetből én tudom, hogy rosszul néz ki az, hogy mondjuk egy csapat 6 vagy 7 védővel játszik, de higgyétek el nekem, hogy csapatok 90%-a, illetve a védők 90%-a minimum 6 védővel játszik egy mérkőzésen, és a hetediknek is olykor nagyon-nagyon nehéz, hogyha esetleg öltöztetünk egy hetedik hátvédet, akkor neki is nagyon-nagyon nehéz olyan mennyiségű jégidőt adni, ami nem úgymond egy pazarlás arra a napra neki, hogy végig ott ül a padon, mert az a legrosszabb, én úgy gondolom, játékosként is. Illetve edzőként is nyilván te felelsz a játékosért. Aznap, hogyha ő játszik 2 cserét, és volt egy esetleges 20 perces ilyen átmozgató edzése délőtt, az a játékosnak az kuka, Isten igazából. És olykor rosszul néz ki az is, hogyha van 5 védő, de 5 védővel is akár egy-egy meccset simán le lehet játszani. Itt azért ezek a játékosok, főleg a tapasztaltabbak hozzá vannak szokva akár egy 20-30 perces jégidőhöz is, úgyhogy hát én úgy gondolom, hogy bőven
elég nekünk a 7. Nyilván nagyon nagy luxus, hogyha van egy csapatnak 9-10 védője, de azt is látni, hogy 9-10 védővel pedig nem lehet edzést tartani. Hogyha belegondoltok, van mondjuk, ilyen esetben nálunk most van 14 csatár a keretben, aki aktívan velünk van és részt vesz, illetve 7 hátvéd. Ezzel tökéletesen tudunk edzeni, mindenkinek megfelelő terhelést tudunk nyújtani, és hogyha esetleg mondjuk sérülés van, vagy eltiltás, akkor még mindig vannak junioros játékosok, akikhez hozzá tudunk nyúlni. Úgyhogy nagyon egyszerűen ez így néz ki. Tudom, hogy amikor ránéznek az összeállításra, és mondjuk a negyedik sorban hiányzik egy név, akkor az olyan hiányzó, vagy úgy bántja a szemét az embernek, de konkrétan aktívan sokat nem vesz ki a játékból. Hogyha 7-7 védő van nevezve, mondom sokszor, Isten igazából 6-tal játszunk. De miért nem éri meg legalább a 8-ra feltölteni? Tehát ez nekem, mint laikus, egyszerűen nem áll össze, mert tehát megvan rá lehetőség, tehát 4 csere lehet, potenciálisan valaki lesérül a meccs alatt, potenciálisan valaki kap egy véglegest, mondjuk a Szól bunyózott, kikerül, aztán még egy védő, nem tudom én, ki lesz állítva, vagy bármi, és akkor fontosan csak az a pár ember rotál, és amikor azt hiszem 2 évvel ezelőtti szezonban ott már a Nemesnek kellett nem egyszer védőt játszani, akkor igen, ott is egyszer nem értettük, hogy a junior védők azok nem a felnőtt csapatnál vannak, hanem a junior bajnokságban, még a rájátszásban is, és egyszerűen nem értettük, hogy most itt akkor mi a prioritás. Tehát itt emlékszem, amikor Debrecenbe mentünk playoffolni, és a junior védők mind nem voltak ott, pedig helyenként még nem is játszott a junior csapat akkor, és nem értettük, hogy mi zajlik, mert közben fontosan csak azt láttuk, hogy égetően nagy szükség van, mert hiány van egész egyszerűen, hogy ez most megint az, hogy a néző és a szurkoló és az edző, ha te azt mondod, hogy elég, meg az edzésen nem lehet 10 védővel, ebben én speciális soha nem gondoltam bele, de ugyanakkor azt látjuk, hogy sok nagy csapat fontosan rotál akár 4 backpárral, és úgy látszik, hogy végtelen energiával bírnak ezáltal. Hogy... Azt fontos megfigyelni, hogy milyen csapatok játszanak akár mondjuk 8 védővel, vagy van 8-9-10 védő a keretben, de én úgy gondolom, amikor egy egyesületnek, egy klubnak van egy ilyen működő akadémiája, akkor nagyon-nagyon fontos az, hogy hogyan tudjuk beépíteni a fiatal játékosokat, mert minek legyen ilyen akadémiánk, hogyha ezt elpazaroljuk, és nem építünk be, és hogyha van mondjuk 9 nevezett hátvéded, akkor Isten igazából a Franyó Krisztián és a Rósa Leventének olyan játékidő nem fog jutni mérkőzésen, amitől ő fejlődni tudna, és hosszú távon azt mondjuk, hogy ki tudtunk nevelni az akadémiától a felnőtt csapatig egy ilyen hátvédet. És mondom, ez egy bonyolult kérdés, ráadásul, amit mondtál, az, hogy most ki hol játszik, főleg a rájátszás idején, ezek nagyon érzékeny és kényes témák, és nagyon nagy veszekedések vannak belőle mindig, illetve hát nem is azt mondom veszekedések, bocsánat, vitatkozások, azért felnőtt emberek vagyunk, de sokszor mondom, nem tudjuk azt, hogy nem tudjátok, hogy mondjuk mi a szituáció a juniorban, hogy nekik hány védőjük van, mert a legvégén csak egy klub vagyunk, igen, fontos az, hogy a felnőtt csapatunk nagyon eredményes legyen, és elsősorban az a legfontosabb, de sokszor ez nem a mi döntésünk az, hogy ki hol játszik, hanem mondjuk egy vezetőségi döntés a két vezetőség között. Mind a két edző elmondja a véleményét, és utána jön egy döntés, de én nem értek ezzel a 8-9-10 védős rendszerrel. NHL csapatok játszanak 6 védővel javarészt, sőt, mondom, hogyha úgy alakul a helyzet egy mérkőzésen, akár 5, de akár, hogyha az utolsó harmadról beszélünk, 4 védővel is le lehet hokizni egy harmadot akár, vagy egy mérkőzést, és ha megfigyelitek akkor, hogy kik mennek be azokon a éles mérkőzéseken, amikor olyan a szituáció, hogy nagyon védekezni kell, vagy nagyon támadni, akkor ott általában már 4-5 védőnél több nem fordul meg a jégen. Tehát így se, úgy se. Úgyhogy én tudom, hogy ez rosszul néz ki, illetve hát jobban néz neki, hogyha folyton mind a
négy sor fel lenne töltve, de én úgy gondolom, hogy a hétvédő az teljesen elég, ha meg bármi gondba kerülünk, akkor még mindig van merítési lehetőségünk. Illetve majd azért november környékén nyilván mi is átelemezzük a helyzetet, hogy hogy állunk, levonjuk a tapasztalatot az első pár forduló után, és hogyha arra van szükség, akkor megpróbálunk akár még egy játékost igazolni, legyen az bármilyen pozíció. Úgyhogy hát így röviden így tudnám elmondani ezt a szitut. Igen, remélem, azért meg tudtam valamivel tisztább képet adni erről. Igen, hát az aggodalmam az még mindig megvan. De az nem baj, az egészséges. Igen, megmondom őszintén, hogy nekem, én még csak annyit fűznék az a témához, hogy nem is feltétlenül azért kell a négy pár védő, hogy mindenki érdemi részt tudjon kivenni, hanem hogy akik érdemileg hozzá tudnak tenni, most ez így nagyon szarul hangzik a meccshez, vagy a meccs végén, nekik legyen idejük pihenni. Mert azért, amikor pont itt a Nemes Benji játszott védőt, meg stb., tehát kevesen voltunk, akkor tényleg azt láttuk, hogy az utolsó harmadokban már mindenki a seggén vette a levegőt, mert hogy annyira túl voltak hajszolva, akár hogyha 4-5-en voltak a meccsen, és engem csak az aggaszt egy kicsit, hogy már a kezdésnél csak 7-en vagyunk, és értem, hogy lehet nyúlni az akadémiához, de akkor itt kicsit rá is térnék a következő kérdésre, hogy mégis csak 7-en vagyunk, és mégis kölcsönadunk védőket, olyanokat, akik az elmúlt szezonban jó részt a felnőtt csapattal játszottak. Szezonokban? Tehát a Balázsi például az utóbbi kettőben, és egyszer nem tudjuk hová tenni, mert itt van az a játékos, akinél azt vettük észre, hogy fel van építve, hozzászokik a felnőtt liga ritmusához, ezek után ellenünk fog játszani, és közben meg ez ilyen sikerként van elkönyvelve, és ezt egész egyszer nem értjük már szezonok óta, hogy a Fehérvárt tömjük ki, és van, hogy ellenünk találnak be, vagy a Márkus kivédi a szemünket, és ez valahogy rendkívül szerencsétlenül van kommunikálva. Én megértem, meg tudom, hogy ez a tudatlanságon felül még ez pluszba extrán ilyen rosszul néz ki, de amit látni kell, én úgy gondolom, hogy azért a Balázsi Marcit is nagyon régóta ismerem, még U18-ban is volt játékosunk, edzettem őt U21-ben is, illetve felnőttben is. Én szerintem, én úgy gondolom, hogy ő jelen pillanatban a mi legjobb 6 játékvédőnkben nem fér be a mostani állás szerint, és neki pont arra van szüksége, hogy ő egy ilyen szerepet tudjon betölteni annak érdekében, hogy ő egy jobb játékos tudjon lenni, és esetleg akkor későbbiekben nekünk is egy jobb játékost kapunk vissza, úgyhogy amit már top 6-osként fogunk tudni játszani. Ellentétben azzal, hogyha őt megtartjuk, és esetleg 7., 8. vagy 9. hátvédnek megtartjuk, és mondjuk ül a padon, vagy be sincs nevezve, és elindul a fejlődési görbéje elég rendesen lefelé, akkor az meg úgy gondolom, hogy még rosszabb, főleg, hogyha a játékos szemszögét nézzük egy kicsit. Ez így tök érthető, meg hogyha a közleményben, vagy most így nincs előttem, hogy a klub mit kommunikált arról, hogy például ezt a két játékosunkat, és most nem itt a szemben összetem, három. László Fogot is, meg a két védő, igen. Meg hát, az Isti, meg a Marci. Igen, hogyha annyi kommunikáció van, hogy jelenleg úgy látjuk, hogy az jobban a fejlődésüket szolgálja, akkor már is legalább mi is tudunk valamit, mert számomra egy kicsit, vagy hogy mondjam, itt szurkolóként nehéz az, hogy ott van a Rósa, akit még nem láttunk a felnőtt csapatban, és hogy ő benne több potenciált lát jelenleg a klub, mint a Balázsiban, ami simán lehet, hogy így van, csak hogyha ezt egy picit így kommunikálja, valahogy finoman a klub, akkor ez a szurkolóknak is jobban érthetővé válik. Hát ezért vagyok itt, hogy elmondjam. Két különböző szituációról beszélünk, a Rósa Levi, illetve mondjuk a Balázsi Marciék szempontjából. Én úgy gondolom, hogy ahogy elmondtam, a Marciéknak most arra van szükségük, hogy minél többet játszanak, minél jobb pozícióban, minél jobb játék szituációkban. A Rósa Leventének meg arra van most szüksége,
hogy beleszagoljon ebbe a felnőtt környezetbe, megkapja az első impulzust, az első szezonját, esetleg, hogyha nem tudnálunk annyit játszani, még legyen opció az, hogy visszamegy a mi akadémiánkra, és ott tud megfelelő játékidőt kapni, tehát két különböző szituáció. Annyi még, hogy a Rósa Levit ugye nyilván nem láttátok, ő tavaly évközben érkezett, hogyha jól tudom, az akadémiánkra, hogy akkor már nagyon nem tudtunk hozzányúlni, ráadásul, hogyha jól emlékszem, egész későn ilyen karácsony tél tájékán jött át hozzánk, de mindenképp egy nagyon nagy potenciál van benne is, azért van nálunk, csak csupa jót mondtak róla, én is nagyon sok junior meccset, akadémiai meccset próbálok megnézni, akár a U18, 16 vagy 21, főleg a hazaiakra azért bőven kijárkáltam, még amikor legfőképp, amikor még a Megyeri úton voltak, de akár a Szilágyi útra is, és figyeljük ezeket a játékosokat, és úgy próbálunk döntést hozni. De mondom, tehát két teljesen szituáció, a Isti meg a Marci, és a Levi, vagy mondjuk a Franyó Krisztián. Uh-huh. És hogyha potenciálisan mondjuk két légiós védőnk hosszabb távra kiesik, akkor a akkor Balázsit erdőhelyét őt vissza lehet hívni Fehérvárról? Igen. Azért vannak kölcsönadva, azt hiszem úgy van, hogy évente kétszer lehet a játékos kölcsönadni ugyanazt a játékost, tehát még azt hiszem az is belefér, hogyha visszahívjuk, és még egyszer kölcsönadjuk. Uh-huh. Én úgy tudom, hogy így van jogilag. Ez megnyugtató azért. És olyan kikötés lehet, hogy ellenünk nem játszanak? Vagy? Sajnos nem. Pedig ezen el lehetne gondolkodni szerintem, mert ritkán jöttünk ki jól ezekből a párharcokból. Sőt, megtudtuk, hogy a régi fehérvári csarnokban játszunk továbbra is, ami egy ilyen rémálomhely, de... Ja. Hát próbálunk idén változtatni rajta. Hát azt megköszönném, mert szerintem Bencivel elhatároztunk, hogy többet oda nem megyünk, mert annyi csalódást értünk meg. Annál csak a debreceni csarnok volt több rossz. Igen, hát ugye mind a két ugye csarnok az viszonylag extra, tehát nem a úgymond megszokott, mert egy debreceni pálya például egy nagyon kicsi pálya, igazából a középső harmadot két lökéssel át lehet korcsolyázni, illetve ugye a Raktár utca meg az egész atmoszférája olyan, hogy egy kicsit úgy nyomja az embert lefele, meg így össze. Ugye közel van a nézőtér nagyon, úgyhogy különleges mind a kettő. Én hála Istennek játszottam mind a két helyen, úgyhogy próbálunk ezen változtatni, hogy erre megoldást találni. Reméljük idén sikerül majd. Jó, én még egy pillanatra itt a fiatalokra visszatérnék, ugyanis a kapusoknál is két fiatal lesz majd a Miki mögött, az Erdély Krisztián és a Váradi András. Velük van ilyen előre meghatározott terv, hogy nem tudom, melyik meccsen melyikőjük, tehát hogy nagyjából egyelően lesznek elosztva, vagy pedig amelyikőjük jobban teljesít, ő ülhet le a Miki mögé leginkább, és akkor a másik pedig még a juniorban véd, vagy ezt hogyan tervezitek? Ez se egy könnyű kérdés, mert a leghálátlanabb szituáció szerintem egy második számú kapusnak lenni a Miki mögött, főleg akkor, hogyha olyan domináns szezonjai vannak, mint az elmúlt pár szezonja, vagy akár mindegyik, amikinek, hogy mondhatnám. Én alaphelyzetben az én gondolkodásom az, hogyha akár egy nagyon domináns kapusod is van első számú, én úgy gondolom, hogy egy 70-30-80-20 százalékban el kell osztják a mérkőzést, mert előbb vagy utóbb akár ez sérüléshez, vagy ilyen extra fáradtsághoz vezethet akár az első számú kapusnál is. Az, hogy most ezt hogyan fog gyakorlatban megvalósulni, az legfőképp a Márknak a munkája. Nyilván erről nagyon sokat beszélünk hárman, a Jasonnel meg a Márkkal, de akár már most is láthatjátok, hogy az előszezon meccseknél is ugye kapnak mind a hárman szerepet. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy próbáljuk a második számú kapusunkat is élesen tartani, és az mindenképp nagy segítség, hogy esetleg, hogyha ők nem tudnak nálunk jégidőt kapni, akkor az akadémián még ugye tudnak fontos meccseket, illetve nagyon jó osztrák bajnoki meccseket is védeni. Tehát a Hajek
ő magában nem dönti el, hogy figyelj, akkor ezen a meccsen ő fog dönteni, tehát ő max az edzőnek mondhatja, hogy figyelj, a Feha ellen szerintem most az Erdeinek lehetne lehetőséget adni, de a döntés a Morgannél van, hogy ez így, hát, így zajlik. Figyelj, ez vezetőedző függő. Amikor én voltam a vezetőedző, akkor én ugye nyilván a Márk is olyan figura, hogy gyerekkorunk óta ismerjük egymást, barátok is olyan gyerekkorunk óta, én 100%-ig megbízok benne. Alaphelyzetben mindig a vezetőedzője az utolsó szó, hogyha esetleg vita van, de az olyan szinten vezetőedző függő, hogy amikor én voltam az edző, hogyha Márk azt mondta, hogy most a kikivéd, vagy a mikivéd, akkor én azt mondtam, hogy jó, hát ő ismeri jobban őket, ő látja ezt a szakmát jobban át, hogy ki ő figyeli jobban őket edzésen, úgyhogy én ilyen szempontból teljes mértékben megbíztam benne, én úgy gondolom, hogy a Márkusz is megbízott benne, nem sok vitánk volt arról, hogy kinek kéne védeni, és nem gondolom, hogy ez a Jasonnél is máshogy lesz. Nyilván lesz olyan, hogy mondjuk nem értünk egyet, és akkor mondjuk azt mondjuk, hogy oké, okay, Márk, neked van igazad, és nyilván lesz olyan is, amikor a Márk azt mondja, hogy ezt megértem, hogy ezt mondjátok, és akkor legyen úgy. Uh-huh. De ha bármilyen vita van, akkor mindig a vezetőedzője az utolsó szó. Jó, hát reméljük, hogy tényleg nagyobb rotálás lesz, mert szerintem ezt, amióta létezik a podcast, kifogásoljuk, hogy nagyon elhanyagoljuk a második kapusokat, és ez néhol visszaütött. Hát nagyon hálátlan feladat, mondom, egy ilyen domináns első számú kapus mögött lenni. Nehéz, ugyanakkor nagyon sokat tudnak tanulni tőle, én azt is gondolom, de mindenképp egy nehéz edzői feladat, hogy hogyan tudjuk mindenkit élesnek tartani, hogyha esetleg az van, hogy ami ki lesérül, akkor ne legyünk teljes tanácstalanságba. Uh-huh. Jó, és egy picit így a ligával kapcsolatban kérdezném, hogy mit szólsz, vagy mit szóltok a Szerzs pedig a menetrendjének az átalakítása, az ugye, hogy péntek-vasárnapi meccsritmus lesz OB1-es rájátszás, viszont másik oldalon talán lehet egy negatívum az, hogy három erdélyi túra is lesz. Nem tudom, ezt csak kérdezem. Én nekem jobban tetszik, megmondom őszintén, az én személyes véleményem az, hogy így, hogy sokkal jobban tervezhető minden, hogy nagyjából csak péntek-vasárnapi játéknapok vannak. Nyilván előfordulítottam ott, meg majd azért a kupa menetrendennek biztos, hogy keresztbe tesz valamilyen szinten, de mindenképp tervezhetőbb minden szempontból, akár felejátszás ügyileg, hogy ki hol játszik, akár azon, hogy a sérülések hogyan tudnak regenerálódni, hogyan tud felkészülni egy-egy meccsre, vagy akár hétvégére, illetve az, hogy az erdélyi túrán ugye most viszont egyel kevesebb mérkőzés lesz. Tehát idáig általában három mérkőzést játszottunk, amikor kimentünk, most kettőt fogunk csak. És ez jobb, mármint, hogy nekem csak az jön le inkább, hogyha már, vagy én olyan fejjel gondolkodnék, hogyha már egyszer kiutazom oda, akkor letudom azt a három meccset, és akkor nem kell annyit utazni, viszont most akkor három erdélyi túra lesz az alapszakaszban. Ez hát így ezt, jobb? Vagy egy kicsit majd lazán? Meglátjuk, majd jövőre ennél többet fogok tudni mondani, mert ilyen még ugye nem volt, én se, sőt, inkább a ellenkezője volt, amikor én játszottam, akkor még volt olyan, hogy akár másfél hétre is kim voltunk, mert még volt egy Galac, vagy akár egy Steaua Bukarest, uh-huh. Úgyhogy hát majd idén megtapasztaljuk, és akkor jövőre tudok erre válaszolni. Így előre áll jobban, én azt mondom, hogy én nem bánom, megmondom őszintén, mert akár egy-egy ilyen sérülés hullám, vagy betegség hullámra több szansod van regenerálódni, nem az van, hogy plusz egy meccsed valószínűleg a kukába megy, mert mondjuk rossz paszba vagy mindenki lebetegedett, akár ilyen is volt ugye tavaly, uh-huh. hogy mindenképpen akkor lebetegedett, hanem akkor legalább egyel több meccsre tudsz jobban felkészülni. Uh-huh. És az OB1-es rájátszás? Szerintem az zseniális. Én úgy gondolom, hogy az, hogy most a magyar bajnoknak is konkrétan meg kell nyerni a magyar bajnokságot, az egy plusz motiváció, illetve én úgy gondolom, hogy az emeli a tétjét ennek a címnek. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez érdekes lesz, hogy ilyen gyakorlatilag egy-egy csapat nagyon hosszú rájátszás szériákat fog vívni,
Hát meg két playoff lesz gyakorlatilag. Igen, és hogy amikor ugye igazoltuk a játékosokat, akkor is próbáltunk erre figyelni, hogy olyan játékosot igazoljunk, akinek ez fekszik, hogy amikor rájátszás van, és nagy menetelés, akkor ők bírják ezt, és igazából ezt élvezik, úgyhogy reméljük, hogy ezt sikerült így igazolnunk. Meg ebben az OB1-es rájátszásban ugye lesz két olyan csapat, akinek az Erste Liga már véget ért. Azoknak meg lehet, hogy extra motivációt jelent. Igen, az, hogy ez az OB1-es rájátszás. Úgyhogy ezt én is egy nagyon jó döntésnek tartom, hogy ez így lesz. Igen, reméljük akkor, hogy most azt ki tudjuk szűrni, hogy egy-egy csapat eladja a fél játékos állományt decemberbe. Ja, igen. Uh-huh. Igen, volt ilyen is. Jó, és akkor nekem még egy kérdésem van, hogy nem tudom, hogy ez elárulható-e, de, vagy hogy egyáltalán gondolkodtatok-e rajta, de hogy lesz-e idén is valami olyasmi erekje, mint a korábban a tűzoltósisak, vagy tavaly a kard volt, ami a győztes meccsek után körbejárt a csapattagok között? Vitatkozunk róla. Próbáljuk megtalálni a legjobbat. A tavalyi az szintén egy ilyen közös ötlet volt a Márkusztól meg tőlem, és sikerült megtaláljuk szerintem a legmegfelelőbb kardot. Az, hogy szerintem a Jason meg akarja tartani azt, vagy egy újat akarunk, ezen még beszélgetünk, vitatkozunk. Én úgy gondolom, hogy valaminek kell lennie, mert én azt vettem észre, hogy ez egy kis elismerés, de mivel játékostól játékoshoz megy, ezért nagyon jó leső elismerés, és akár extra motivációt tud nyújtani abba, hogy egy játékos hogyan áll hozzá, akár amikor nehezebb napja van, vagy rosszabb periódusban van, akkor akár ez ki is zökkentheti, hogy vagy teszem fel, akár hogyha van olyan játékos, aki még nem kapta meg ezt a díjat, akkor annak az extra motiváció, hogy megmutassa a saját csapattársainak, hogy de igenis, én is meg tudom kapni, és ebből úgy gondolom, hogy csak profitálhat a csapat, úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog. Vicces, sokszor van ilyen egy-egy ilyen nagyon vicces, ami ilyen elég fura, hogy egy kard akár, vagy egy mellény, egy dolgozói, egy munkás mellény, de ugye ennek nem konkrétan a tárgynak van nagy szerepe, hanem a mögöttes tartalomnak, hogy ugye ezt csapaton belül ajándékozzák egymásnak egy elismerés gyanánt, és ez, én úgy gondolom, hogy ez játékosként ez nagy megtiszteltetés, hogyha a csapattársad így gondolkod rólad. Igen, hát azért optikailag szerintem mi mind a ketten inkább a kardvonalat támogatnánk, mint a láthatósági mellény. Két tollal firkálnak rá számokat. Tehát... Igen. Viszont hát egyértelműen biztos, hogy ez pedagógiailag nagyon jó, mert hát tavaly is egy csomószor ugye nem a legjobb kapta, hanem például amikor a Franyó a, nem is tudom, első meccseit játszotta, akkor ott valahogy az elején rögtön megkapta a kardot, de azt lehet, hogy rosszul emlékszem. Úgyhogy ez biztos ilyen pedagógiailag is. Igen, nem mindig az kapja, eszköz. Aki a legtöbb pontot szerzi, hanem az, aki a csapat úgy gondolja, hogy a legértékesebb volt, és a legtöbbet hozzátett ahhoz, hogy aznap győzzünk. Ez akár egy blokkban, vagy akár egy ütközést, hogy ki hogyan nyel le az ellenféltől, és kijuttatja a korongót, akár bármiben ez megfordulhat, vagy akár, hogy hogyan viselkedett, hogy mondott egy beszédet a harmad szünetben, amitől felrázták magukat, úgyhogy ez nagyon összetett, de mondom, annál jó lesőbb elismerés. Uh-huh. Egyszer kiraktam Instagram oldalunkra egy videót, hogy egy finn másodosztályú csapat egy láncfűrészt adott körbe ilyen gyerekjeként, hogy az igen, szóval... Én hallottam jó sztorikat onnan, úgyhogy... Aha, tehát még a kardon túl is vannak extrém példák, de hát akkor kíváncsian várjuk, mert... Igen, hát van nagyon sok itt az NHL-ből is nagyon jó ötleteket lehet nyerni, vannak ilyen boxoló bajnoki övek, vagy UFC-s bajnoki övek. Hmm. Ugye azt hiszem a Csabi Jékalánál a tűzoltósisak volt, az is nagyon jó volt, az egy konkrét tűzoltósisak volt, amit használtak nagyon sok bevetésnél, és annak is tök jó ilyen mögöttes tartalma van, hmm. vagy üzenete, úgyhogy hát itt igazából rengeteg opció van. Az, hogy igazából arra szoktunk figyelni, vagy arra kell figyelni, hogy az embernek milyen csapata van, hogy melyik illik ki hozzá a legjobban. Úgyhogy, úgyhogy ez alapján próbál majd választani a stáb.
Arról született már döntés, hogy kik lesznek az alkapitányok, meg ki lesz a kapitány? Igen, de nem szeretném lelőni a point, mert szerintem a Dávid ki akarja posztolni, majd biztos ő gyártott erre valamilyen nagyon szép, úgymond egy ilyen média elemet, úgyhogy biztos meg fogjátok tudni, de természetesen azt már mi Isten igazából nyáron megbeszéltük a Jason-nel. Uh-huh. Jó. Jó. Freddy, nem tudom, hogy neked van-e még. Szerintem nincs. A magyar maggal kapcsolatban lett volna, de hát akkor azt megtudtuk, hogy nem rossz embernél kérdeznénk. De nyugodtan kérdezzetek. Hát csak a bank elküldése egy olyan téma, amire szerintem sokan kíváncsiak voltunk, de gyanítjuk, nem a te döntésed volt. Vezetői döntés volt Andrisnak a nem hosszabbítása. Igen. Jó. És a Sandra még nálunk dolgozik, így a múltkori podcastre. Reagálva. Na, ezt örömmel halljuk. De minden esetre szerintem minden szurkoló igen, csak csodálkozott ezen, de akkor ez majd egy kiváló kérdés lesz az ankétra, ha lesz. Jó, Viktor, hát nagyon szépen köszönjük itt, szerintem nagyon sok mindenre válaszoltál, és kaptunk kényes kérdésekre is válaszokat. Ennek ellenére szerintem felkészülhetsz, hogy a szezon alatt a szurkolóktól ez a hétvédős téma, ez fontosan magas hőfokon fog előjönni, de jó, hát ti vagytok az edzők. Nem baj, készen állunk. Meg bármikor, bármi kérdésetek van nyugodtan. Amire tudok, megpróbálok válaszolni, mert tudom, hogy a legrosszabb az a tudatlanság általában. A szurkolóknak a negatív része legtöbbször abból adódik, hogyha nem tud egy-egy sztorit, hogy miért van, és én úgy gondolom, hogy mindenkinek könnyebb az élete, hogyha többet tudnak. Nyilván mindenről mindig mindenki nem fog tudni, mert azért ez egy zárt közösség, és ez jól is van így, de amiről csak lehet, arra én bármikor szívesen válaszolok. Köszönjük szépen, ez szerintem biztos igénybe fogjuk venni, mert nagyon sokszor ez van, hogy szerintem ilyen teljesen banális dolgok vannak, amikről egyszerűen csak nem tudunk. És egyszerű rá válasz, igen, csak nem jut el. Két dolgot sajnálok nagyon, az, hogy nem én voltam az 50. adás, azt nagyon illetve, hogy én az Zolitól nem kaptam interjút, ilyen bevezető mondókát, mert nagyon szeretem az Zolit, de én úgy gondolom, hogy nagyon jó kezdeményezés volt. Úgyhogy hát ez egy hosszantartó projekt volt, mire megkaptam ezt a szignált, és adnom is kellett érte valamit, nem pénzt, hanem egy dolog, aminek örült. Úgyhogy egy volt egy kedves közvetítő. De hát nem tudom, szerintem meghívjátok őt meccsre, én elég ritkán látom őt. Édesapámmal nagyon sokat hokizott ő a Paulus Centerben, még amíg volt ott jég. Uh-huh. Ugye ő a Cannibals-ben még hokizott amatőr szinten, és jártak még oda a Paulus Centerbe is ilyen esténként így hokizni, és az édesapámmal sokat hokizott. Uh-huh. Azt tudni kell, hogy az édesapám hosszabb ideig volt igazolt sportoló, mint én. Ezt meg is kapom általában tőle, mert ahogy én elkezdtem hokizni 6 évesen, ő is akkor kezdett el ezzel úgymond megbarátkozni, és ő a mai napig amatőr szinten igazolt sportoló, úgyhogy onnan van kapcsolatunk vele. Úgyhogy én nagyon szeretem őt, a zenéjét is szeretem, úgyhogy nagyon jó meglepetés volt az előző adásban az a kis bejelentkezés tőle. Jó, hát örömmel látjuk őt újra a csarnokban, mert szerintem csak derbiken lehet őt látni, de hát ő nyilván biztos nagyon elfoglalt, igen. Jó. Hát Bence, én nagyon örülök, hogy ez összejött, mert a tavalyi Márkuszos interjú is szerintem egy tök jó dolog volt, hogy összejött, csak ott ugye annyira friss edző volt, és ilyen elméletben tudtunk csak sok mindent kérdezni, de most főleg a tavalyi szezonnal kapcsolatban, meg az átigazolásokkal kapcsolatban idén nagyot léptünk előre, hogy szerintem minden újpesti szurkoló informálódjon itt szezon kezdésre. Igen. Úgyhogy köszönjük szépen még egyszer. Nagyon szívesen, nagyon élveztem én is, úgyhogy bármikor.
Jó, hát akkor nincs más hátra, mint hogy sok sikert kívánjunk nektek, az egész csapatnak, nagyon szurkolunk, szerintem igyekszünk mi is a legtöbb meccsen kín lenni, ez idén talán jóval megvalósíthatóbb lesz, mint tavaly, vagy az előző szezonokban. Ja, úgyhogy ott leszünk a legtöbb hazain mindenképp, néha idegenben is, és ez most egy rendkívül izgalmas újrakezdés lesz, mert ugye Denceróval egy nagy név jött, meg ugye a Morgan sem egy ismeretlen edző, mint tavaly a Marcus, úgyhogy ez bárhogy elsülhet, mi nagyon szurkolunk, hogy legalább a magyar bajnoksága kapcsolatban valami nagyobb lépés legyen, és hát figyeljük a játékokat, meg a védőket főleg. Hogy... Köszönjük szépen, hát rajta vagyunk mi is nap, mint nap. Ez a célunk nekünk is, hogy minden nap jobbak legyünk, úgyhogy szeretnénk sikeresek lenni mi is. Jó. Akkor Bence, visszaadom a szót, mint műsorvezető, ha már itt átvettem pofátlanul, mert nem tudom, mennyire feltűnő, de van egy megállapodásunk, hogy a páros részek azok a Bence, a páratlanok, nem, fordítva, páros az én, a páratlan az a Bence, vagy a gang, az lenne az igaz. Én általában jól megfigyelő vagyok, de ezt még nem vettem észre, úgyhogy kis inside story. Jó, hát akkor köszönjük szépen, Viktor, még egyszer, hogy csatlakoztál hozzánk. Lesz még felkészülési mérkőzés. A hazai az 7-én, szeptember 7-én lesz 19 órától a Celje ellen, majd utána majdnem egy hét múlva idegenben a BIA HC ellen 18:40-kor kezdünk, utána pedig rá két napra UTD-VTK lesz délután 5 órási kezdéssel az újpesti égcsarnokban. Regisztráljatok a bérletre, ha még nem tettétek meg, illetve kövessetek minket Instagramon, ahol izgalmas tartalmakkal várunk titeket X-en, illetve Twitter, léci, nem bírom ezt az X-et, ez a halálom. Jó, akkor Twitteren, meg YouTube-on is kommenteljetek nekünk. És üdvözöljük a miskolci hallgatónkat, teljesen meglepődtünk, hogy Miskolcról is hallgatnak minket jegesmedvék szurkolók. Nem teljesen értjük az okokat, de megtisztelő. Igen. Úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek, hogy meghallgattátok ezt az adást. Köszönjük szépen, Viktor, még egyszer neked, és akkor találkozunk a következő adásban. Sziasztok! Sziasztok! Hajrá, Gyulák! Sziasztok!